A Csorbagyőző könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már negyedik éve várt a színes programokkal a műfaj kedvelőit. Többek között megemlékeztek a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács András Ferenc költőről is. Verseiből Köles Ferenc a Pécsi Nemzeti Színház színművésze olvasott fel. Itt van az beszélget. Emlékszem, hatás krucok voltunk, dicső hitekben majd bele voltunk, vagy meg is voltunk, s nem vettük észbe, te meg én hányszor hány csúfos részbe. Hazudor hétán te labanc voltál, te életedben egyedül voltál, kruc én voltam úgy általában, s fejedet vettem hányszor, szócsatán. A Rejt engem is Vándor magasság című beszélgetés résztvevői Markó Béla író, Takács József irodalomtörténész, Ágoston Zoltán a Jelenkor folyóirat főszerkesztője volt. Letaglózó volt az Andrisnak a halálhíre, mert nagyon halála előtti időszakban kifejezetten a korábbiakhoz képest is intenzíven kommunikáltunk. Írt a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára egy verset, és ez nagyon nehezen született meg. Tehát ő már a utóbbi években nagyon kevés verset tudott írni, utóbbi jó néhány évben gyakorlatilag, hát majdnem azt mondom, nulla verset írt, és ez természetesen ez egy súlyos, hát ilyen depresszív időszak volt már, és ő is nagyon nehezen tudott vele mit kezdeni. És aztán annak ellenére, hogy ez így volt, hogy már nagyon hosszú ideje nem írt verset, ezt a verset, a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára ezt megírta, és a Jelenkorban ugye meg is jelent 2023. októberében. Borzasztóan örült neki. Olyan volt, mintha az első versét írta volna, vagy nem tudom, akkora öröm volt, hogy újból tud megint tud létrehozni valami érvényeset, valami nagyszerű verset. 72 hitvány kuruc én voltam, más életekben egyedül voltam, Labanc te voltál, Mark Mertheiser voltak, Ékes Erkölcsbe ki bele voltak. Gondviselésbe ki bele voltak, Labanc te voltál, Mertheiser voltak, retteg a lelket eleve voltak, Urá Bercsényi kuruc én voltam. Keserült prédás, agyafurt szerzett, feladott fajtár, feledett nyelved, reggel agyadban ágúzó zsoltár, kúc én voltam, te labanc voltál. A Jelenkor 65. évfordulójára készültünk, és Budapesten volt egy ilyen estünk, ahol számos szerzőt összehívtam, és ő lett volna persze az egyik. Nagyon szerette volna fölolvasni, de nem tudta fölolvasni, mert már az előző vasárnap hétfőn lett volna a dolog, december közepén, és előző vasárnap fölhívott, és mondta, hogy beteg, és nem tud jönni, stb. De hát nem gondoltam volna, és itt volt a Bertók díj átadásának Kodály Központban december elején. Ő nyerte ugye a díjat. Tehát nekünk ez az halála előtti fél év, az borzasztóan intenzív volt telefonon, így úgy, személyesen, és a többi, és a többi. Úgyhogy egyszerűen teljesen sokkoló volt a dolog. Úgyhogy így van, ahogy említetted, hogy ez az est is egy ilyen földolgozás, egy ilyen gyászmunka, azt lehet mondani. Írtam róla a nekrológot a Jelenkorba természetesen, és hát próbáljuk földolgozni ezt. A negyedik Pécslit alkalmával is figyeltek arra, hogy a jelentős olvasói táborra rendelkező szerzők mellett fiatalok is részt vehessenek és bemutatkozhassanak az irodalmi fesztiválon. Ügyelnünk kell arra, hogy a fiatalok kezdők a pályuk közepén és a pályuknak egy későbbi szakaszában már nagyon ismert szerzőként, és mindenki ott legyen, a még nem ismertek és az ismertebbek is. Tehát ez nagyon fontos, ez az aránykérdés tulajdonképpen. Ezt azért minden évben így kell csinálni. Ágoston Zoltán az irodalmár utánpótlásról is beszélt. A mai generáció nem olyan, mint akár csak a 10 évvel ezelőtti, de véleménye szerint tehetségek ma is vannak. Az internetet pedig nagyon sok jóra fel lehet használni. Tehát valamilyen módon ezeknek a fiatal szerzőknek is beszivárog a jó irodalom. Nyilván oktatásban azért mindig megvannak azok az áldozatos és komoly tanárok, akik oda teszik eléjük ezeket a fontos szövegeket. Tehát vannak, és akkor aztán mennek a saját fejük után, és választanak maguknak különböző hagyományokat, a közvetlen
előttük lévőkből, vagy a sokkal messzebb lévőkből. Tehát ez nagyon változatos ez a mintázat. Nagyon sok, természetesen ott van, hogy nagyon sok popkulturális elemet is tudnak használni, hiszen ők már úgy nőttek föl, amikor írtatos mennyiségű film volt, meg hasonló dolgok, meg a popzenei életből, tehát nagyon sok ilyen utalás is van, ezeket természetes módon alkalmazzák, de még egyszer mondom, kiküzdik ezt a saját mai gondolkodásuknak, és az előző irodalmi hagyománynak, azoknak a formáknak a valamiféle elegyét. Tehát, hogy ugye ne az legyen, hogy föltaláljuk a meleg vizet. Ugye az egy fontos dolog, hogy ugye olvasniuk kell, és látniuk kell, hogy előttük van egy igen nagy irodalmi hagyomány, magyar és világirodalmi hagyomány. A 2020-ban alapított Pécslit Fesztivál azzal a céllal jött létre, hogy városunkba hozza az irodalmi élet legnagyobb kiválóságait, és kortól független szórakozást biztosítson minden kultúravágyó számára. A 6 nap alatt számos új kötetes szerző érkezett. A Pécslit Irodalmi Fesztivál 150 programjából a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathatott. Voltak külföldi vendégek és több kísérő program is.